Páros Búvár csoportban még egy páros munkáját láthatjuk. Alapvetőleg ugye a Búvár csoportban hozzá vannak sok, hogy mind csoport, hatásnak a talagzat, a csoport talagzatba, de Búvár párban is alkalmazhatóak. Többféle ízásmenet tudjuk alkalmazni, de vannak a különböző környezetnek megfelelően, van a különböző ízásmenet, a kralva, a kárpontán szóljunk, ötön a ízások, illetve van egy másik fajta ízás, aminek a versenyfutását most tanultuk meg pontosan az expedícióra felkészülve, ezeket a különböző ilyen zárt térbe, illetve olyan helyeken alkalmazhatjuk, amit most is lehet látni. Olyan helyeken tudjuk alkalmazni, illetve kell is alkalmazni, ahol nem szabad fölverődést okozzon az úton által keltett vízhullámok, mert abban az esetben teljesen nullára levéheti az amúgy sem túl jó látási távolságot víz alatt, mert különösen fontos szerepe van.